Kedves barátaink, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számomra és a barátaim, a egyesületi tagtársaim számára, hogy megtiszteltetek jelenlétetekkel. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Gulyka atyának is nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek ide hozzánk. Köszönjük szépen. Arra kérnék mindenkit, hogy kezdésként énekeljük el közösen a dolgozt. Isten áld meg a magyart, jó kedvelőséggel, jó is feléje védők ad, ha küzdelenséggel. Ez egy nagy állomás, mikor valamikor tavaly, egy jó évvel ezelőtt, ugye többen gondolkodtunk rajta, hogy fel kellene eleveníteni az Isaszeg Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Köncöl Gábor barátommal, mi már régóta gondolkodtunk ezen, amikor is Matus Sándor barátunkkal a szálak összefutottak, és valahogy elindult komolyan útjára ez az egész történet. Nagyon sokan tudjuk, aki nem, annak elmondom, hogy Isaszegen 1895-ben elsőként alakult, tehát több asztaltársaság egyesület kezdett alakulni, akkor már ugye fejlődésnek indult a település, és elsőként alakult meg 1895-ben az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Elsősorban a település vezetősége kezdeményezte akkor, hogy megalakuljon az egyesület, mivel abban az időben ugye a házak azok eléggé gyúllékonyak és éghetőek voltak, adódott abból, hogy nád és zsugtetővel rendelkeztek, és valamint az istállók, stb. Ezért érdeke volt a településnek, hogy minél előbb létrehozzanak egy tűzoltó egyesületet, akik ezekbe a kár felszámolásokba, illetve az elhárításban részt tudtak venni. Szépen alakult és gyarapodott a tűzoltóknak a létszáma. Vissza lehet a történelem könyvekbe keresni rá. A rendezvények lebonyolításába nagy szerepe volt, tehát a díszegyenruhába biztosították a rendezvényeket, vasárnap délutánonként gyakoroltak, akkor még nem volt meg az első világháborús emlékmű, hanem annak ott a körforgalommal szemben, a katolikus templommal szemben, ott egy üres tér volt, vasárnap délutánonként ott gyakorlatoztak a tűzoltók, valamint komoly létszámú fúvós zenekara is volt a tűzoltó egyesületnek, hát mi gondoltunk rá, és hát Jóisten útjai kifűkészhetetlenek, és bízunk benne, hogy ez be fog következni, és akkor eljutunk odáig. És aztán 1938-ban elkészült ez a tűzoltó szertár, ami előtt most állunk. Hát aztán teltek múltak az évek, tűzoltó egyesület élete alakult így is úgy is, és aztán hát én most így pontosan nem tudom megmondani, ez szép lassan elsorvadt, és gyakorlatilag így kezdett az enyészet felé jutni a sorsa. Még nem ismétlem önmagamat, jöttünk mi, többet magunkkal, és lőn itt vannak a kedves barátaink és kollégáink, akiknek természetesen a munkája hozzájárult ahhoz, hogy idáig jutasson. És akkor ugye másodszor megalakítottuk a Tűzoltó Egyesületet, illetve másodszor szeretnénk ismételten, hát ez egy részleges felújítás, ami történt, szeretnénk még ezt tovább folytatni. De még egyszer mondom, nagyon nagy köszönet azoknak, mindazoknak, Isaszeg település lakosainak, a vállalkozóknak. Nem szeretnék most neveket mondani, mert tényleg lehet, hogy reggelig kéne sorolnom. Olyan sokan segítettek és olyan sokan megmozdultak a cél, nemes cél érdekében, hogy ezt csak köszönni lehet.
És hát vannak azért a tagtársaink közt olyanok is, akik, tehát gyakorlatilag mindenkinek nagyon szépen köszönöm a munkáját, kivétel nélkül, de azért ugye mindig vannak húzó emberek, mindig vannak olyanok, akik mint egy motor viszik előre a csapatot, és hát többek között én nagyon szépen köszönöm Lázár Ferenc tűzoltónak a munkáját. Nagyon szépen köszönjük Csomor Péter tűzoltó munkáját. Pohori Ferikém, köszönjük szépen. Hát és nem utolsó sorban Deme Mihály tűzoltónak. Jó, én még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megjelenést, nagyon szépen köszönöm a munkát, és akkor szeretném átadni parancsnok úrnak a szót. Köszönöm szépen a szót. Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit, aki megtisztelt azzal, hogy neves napon szertáravatásunknál itt megjelent. Szeretném továbbá megköszönni tényleg mindenkinek, aki támogatásával segítette, illetve a munkájával segítette a szertár felújítást, illetve az egyesület kezdeti működését. Pár szóban még annyit szeretnék mondani, hogy az elmúlt időszak bebizonyította, hogy szükség van ránk, ugyanis a legutóbbi viharkárnál az egyesület tagjai igen aktívan vettek részt ezeknek a felszámolásában, több fakivágásnál, illetve vízeltávolításnál vettek részt. Együttesen dolgoztak a gödöllői hivatásos tűzoltókkal, de a magot, azt az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület biztosította, és a továbbiakban is ez a fő célunk, hogy Isaszegnek a tűz és egyéb védelmét biztosítsuk első kézből, rögtön minél gyorsabban be tudjunk avatkozni, és minél hamarabb el tudjuk hárítani a károkat. Szeretném még a továbbiakban, hát a lényeg az, hogy van egy pár hivatásos tűzoltó tagtársunk, de viszont bővült azoknak a létszáma, akik beavatkozhatnak egy káresetnél. Tehát 40 órás tanfolyamon részt vettek egy páran, és ezt sikeresen elvégezték, és ezeket a bizonyítványokat szeretném az ő részükre átadni. Először is Panák János. Vasica Szabolcs. Gratulálok. Lázár Ferenc. Gratulálok. Pohori Ferenc. És Szekeres Mária. Ők az új tűzoltók, lehet rájuk számítani. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületének tagja, esküszöm, hogy Magyarország alkotmányához, törvényeihez, és az Egyesület alapszabályához híven, becsülettel teljesítem kötelességemet. A szolgálati ismereteket elsajátítom. Minden erőmmel. Törekvésemmel, tudásommal. Isaszeg város tűzvédelmének. És kárelhárításának ügyét szolgálom. Szolgálatban és szolgálaton kívül. Példamutatóan viselkedem. Az ifjúság szakmai. Elméleti és gyakorlati képzését. Isaszeg város
lakosságának, Kisesegg város lakosságának, biztonsága érdekében, biztonsága érdekében, a legjobb tudomásom szerint önként vállalom. A legjobb tudomásom szerint önként vállalom. Tevékenységemmel, Kisesegg város jó hírnevét öregbíteni kívánom. Kisesegg város jó hírnevét öregbíteni kívánom. Isten engem úgy segíteni. Köszönöm szépen, és akkor... Köszönjük szépen. Szeretettel tárgyalom lejjebb, és nézzem körül. És akkor most a... Ja, jó, persze. Szentel is. Tessék bejönni mindenki. Jó, akkor egy kis figyelmet kérünk mindenkitől. Nagyon szépen köszönöm. Nagy tisztelető úr, és én is. Köszönjük szépen a tűzoltó vezetőségének és az itt lévőknek a meghívását, mert azt hiszem, hogy a mai időben nagyon lényeges és fontos ez az összefogás és az egymás iránti felelősségtudat. És az emberi munka mellé most kérjük a Jóisten áldását is, hogy segítse a tűzoltóinkat, hogy minél kevesebb munkájuk legyen, és segítse mindannyiukat abban, hogy vigyázzunk egymásra és az értékeinkre, mert ez az egyetlen kincs, amit itt hordozhatunk a Földön, a mindennapok kenyere, a családi otthon, meg azok az értékek, amiket megdolgoztatok, és hát a Jóisten adott ajándékként. Adjon nekik erőt, sok-sok kegyelmet és egészséget, hogy tudjanak a városunkért együtt így összefogva sok-sok örömet szerezni, és inkább tök vidámságot, mint hát tüzetoltani. Ezekkel a gondolatokkal áldom meg most ezt a csodálatos szép Lászlót. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Könyörögjünk Istenünk, áld meg ezt a zászlót, amelyet a tűzoltók maguk elé állították eszményképként, hogy erre fölnézve és egymásra tekintve mindenkinek egészségét, életét óvják. Áld meg azokat, akik bármi módon áldozatot hoztak a szép új lobogóért. Áld meg azokat, akik bármikor hitvalló lélekkel körülhordozzák, hogy vigyázzanak városunkra. Áld meg azokat, akik rátekintve a jövő élet célját, a békét, a szeretetet és a tüzet eloltva a nyugalmat, a jóságot és a boldogságot tudják hirdetni családjainkban és városunkban. Az ő érdemeikért nyerjenek oltalmat a Földön, s örök dicsőséget a mennyben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Áld meg Istenünk ezt a lobogót, és mindazokat, akik ezek körül összegyűltek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tisztelt ünneplők! Mindazok a dolgok, melyek ebből a megújított helységből, a tűzoltóság épületéből elindulnak, olyan feladatok elvégzéséért történnek, melyeket csak hivatásos szeretetből, küldetéses elkötelezettségből lehet elvégezni. Hiszen a tűzoltók munkája többszörösen is felelősségteljes, bajok, katasztrófák, balesetek, természeti csapások elrendezésére és megoldására irányulók, amit ismételten csak odaszánt élettel, lelkülettel, megmentő szeretettel lehet végezni. Bizonyára ez így fog történni a jövőben is, bár ahogyan hallottunk erről, minél kevesebbszer kerüljön rá sor, és kelljen ilyen segítő akcióban részt venni. Éppen ezért kiemelten is legyen áldás mindazok munkáján, akik ebben a küldetéses szolgálatban
éjjel-nappali készenlétben munkálkodnak majd. Az ige szavát fogadjuk áldásul, a békesség Istene pedig tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, igény kívül fűzöm hozzá, embertársaitok javára és az Isten dicsőségére. Akkor én még szeretnék két rövid mondatot, mielőtt itt ezt a kis állófogadást elkezdenénk. Szeretném Hatvani Miklós polgármester úr jókívánságait tolmácsolni. Sajnálatos módon az előbb már elmondtam itt a város ünnepségnél betegsége miatt. Tényleg nagyon sajnálja, nem tudott megjelenni. Ő mindenkinek köszöni a munkáját, kívánja a Tűzoltó Egyesületnek, hogy továbbra is jó egészségben, erőben végezzük munkánkat. Nagyon köszöni az eddig elvégzett munkánkat, és egyre inkább érezte és ennek az egész történetnek a lényegét és a súlyát, és egyre nagyobb lendülettel és akarattal és szándékkal támogatta a mi Tűzoltó Egyesületünket. Nagyon szeretett volna itt lenni, és nagyon szerette volna személyesen kifejezni jó kívánságait nektek, úgyhogy én rajtam keresztül tolmácsolom a jó kívánságokat. És még egyszer innen pedig kívánunk mi neki jobbulást, és hogy minél előbb a körünkbe lehessen. És még egy gondolat, hogy örülök neki, hogy Piroska itt jó helyre került, ugye ő vágta át a szalagot, mivel őtőlük kaptuk a zászlót, úgyhogy a jó kívánságok is jó helyre kerültek, úgyhogy nekik is nagyon szépen köszönjük. Még egyszer mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Kérek mindenkit, hogy hát még itt elég szerények a körülmények, nézzetek körül, és akkor utána pedig fogyasszatok szendvics, kis sütemény. Köszönjük, hogy eljöttek.